A Bálfaszéki fúvózenekar köszöntötte mindazokat, akik eljöttek ünnepelni. Ünnepelni azt, hogy egy újabb helyi értékkel gazdagodott a város. Mert hát a németek kultúráját bemutató tanösvény nem csak a helyben élő németség, de az egész település szempontjából fontos létesítmény. Része mostantól az egész közösség mindennapjainak. Többek között ezt emelte ki Bosolyik Róbert polgármester köszöntőjében. Azt gondolom, hogy a településünk történelme eléggé zivataros volt az elmúlt évszázadokban. De egy valamit én úgy gondolom, hogy a bálfaszékiek nem felejtettek el. Tartozhattunk bármilyen népcsoporthoz, svábhoz, felvidékihez, székelyhez. Egy valamit nem felejtünk el sose, hogy magyarok vagyunk és bálfaszékiek. Minden településnek tisztában kell lenni a történelmével és a múltjával. És a mai nap folyamán egy újabb megjelenését vagy ábrázolását kaphatjuk meg ennek a tanúsvénynek az átadásával bálfaszék történelméből, amely gyakorlatilag szorosan összefűződik az ide telepített svábok életével és bálfaszék fejlődésével. Ezekkel az állomásokon egy-egy képben fel lesz villantva azok a jellegzetes események, történések, amelyek a bálfaszéken élő svábok életét és történelmét jellemzi, hiszen a szikvíz az egy nagyon fontos eleme volt a bálfaszéki németségnek, de például egyesület élet szempontjából az első lövészegylet, Magyarországon az első lövészegyletek között bálfaszéken alakult meg az első. Tehát több olyan esemény és történet elemenik meg, amit fontos, hogy tudjunk. És én úgy gondolom, hogy ezt meg tudjuk mutatni egyrészt az itt élő mai bálfaszéki nemzedék számára, hogy miből is lettünk és mire tudunk építkezni. Ez is nagyon fontos, és fontos a város számára, hogy az ide látogatók is képet kaphassanak bálfaszék életéről, történelméről, a svábok történelméről. A svábok nagyon sok mindent hoztak és alapítottak bálfaszéket, céheket, hiszen mezővárosi rangot is nekik köszönhetjük, azt lehet mondani. A szőlőkultúra ide telepítését és meghonosítását is nekik köszönhetjük. Tehát úgy gondolom, hogy az ide településükkel bálfaszék, de Magyarország is gazdagodott. Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 2014-ben kidolgozott úgynevezett Zukunftskoncepciót, a jövő koncepciójának a megvalósítási elemeit lehet itt látni. Ott döntöttük el, hogy olyan magyarországi németek által lakott településeken bemutatjuk részint a gyökereinket, a jelenünket, és hát ebből következik egyben a jövőképünk is, és egyben hát szeretnénk ezzel a magyarországi németség tekintélyét, presztízsét tovább emelni, hogy ilyen szempontból is hozzájáruljunk a német nemzetiségi identitás emeléséhez. Mindenütt helytörténeti jelentősége van, ugyanis ez egy országos projekt. Baranyában vannak már átadott ilyen projektek, 2015, 16, 17-ben, aztán a Dunántúlon, és hát most örömünkre Tolna megyébe is bennünket is meglátogatott ez a projekt. Bálfaszék egy minden tekintetben magyarországi német települések szempontjából, és itt főleg, hogyha Tolna megyét nézzük, unikumnak számított, ahol az itt élő nagyszámú németségben részint megjelent az iparos polgárság, a polgárosodásnak olyan csirái voltak észlelhetők a 19. század végén, 20. század elején, amelyek egy sokfelé induló, víruló német nemzetiségi, vagy német polgári kultúrát jelentett. Olyan dolgokat tanultam a mai nap folyamán, csak hogy kicsit személyes élményről is meséljek, amelyeket én idáig bizony nem tudtam, tehát, hogy a Törökországban, ugye a Németországban, ugye a mi vidékünket Schwäbische Türkeinek, tehát a
a sváb Törökországnak nevezték, és hát ugye az itteni iparosok, főleg amikor itt Magyarországon, illetőleg itt Európában nem olyan jól mentek a dolgok a gazdasági világválság idején, hát eljutottak Törökországba is, és ott komoly projekteken vettek részt és dolgoztak. Mi feltételezhetően csak is azért lehetett, mert egyrészt egy jól szervezett, polgárosult, és hát ugye minőségi munkával, minőségi jellemzőkkel rendelkező közösség volt. A tanösvény 7 állomást foglal magába, és van egy extra megállóhely is, mely egy történetet elevenít föl, mely igazi Shakespeare-i véget ér, hiszen két szerelmes önként vetett véget életének. Számunkra azért fontos ez, hogy felelvenítsük ezeket a már-már feledésben merül dolgokat, és nagyon fontos számunkra, hogy a tanösvényt úgy óvodáskorcsoport, mint egészen nyugdíjas csoportok látogathassák, de a legfontosabb, hogy iskolás csoportok jöhessenek. Az első állomáson Jánoszka Fükkájtól, tehát egy olyan dologgal szerettünk volna előállni, amivel bemutatjuk a települést, ugye méreteiből adódóan Bátaszék mezőváros volt, de mégis inkább a falvak közé soroltuk, hiszen a földművesek voltak túlnyomó részt, viszont mindenképpen a városias arculatát is mutatja, tehát ezért volt ez a kétszínűség a településnek. Itt ipar volt, kézművesek voltak, és hivatalok voltak, hivatalnokok, orvosok, patikus, bíró, tehát mindenképpen egy városias jelleget is mutatott. Második állomásként a Mária tiszteletet szerettük volna bemutatni, ugye egyházi építményeinkhez, egyházi épületeinkhez kötve. Harmadik állomásként a Bátaszékre mindig is jellemző és nagyon gazdag egyesületi életet hangsúlyoztuk ki, hogy milyen egyesületek és ezekhez az egyesületekhez milyen szokások kapcsolódtak. Negyedik állomásként a Dolinát egy mára már eltűnt település részét mutatnánk be a településnek, ahol ma már csak szántóföld van sajnos, hiszen itt is utcák voltak rengeteg lakossal, saját gazdasággal, de a 70-es években a könnyebb megélhetés véget beköltöztek a városba az ott élők. Ötödik állomásként egy picit próbáltunk a tánchoz kapcsolódni. Ugye azról is nagyon fontos lenne beszélnem, hogy ezekhez az állomásokhoz tartoznak interaktív elemek, ahol játékos feladatokat lehet megoldani. Ott a tánclépéseket próbáltuk hangsúlyozni. Aztán nagy kedvencem a hatodik állomásnál a Borban a Gyöngy című, itt ugye Szent Orbánnak a borászok védőszentjének, patronájának próbáltunk tiszteletünket kifejezve emléket állítani, és a bátaszéki szódásoknak, hiszen három bátaszéki nagy szódásunk volt kék, zöld és fehér színű üvegekkel. Hetedikként, egy nagyon-nagyon érdekes elemként az 1930-as években a gazdasági világválság hatására bátaszéki építő munkások külföldön próbáltak megélhetést találni. Többnyire nyaranta férfiak külföldön vállaltak munkát, majd télre hazatértek. Itt több mint 600 építőmunkásról beszélünk. Szinte falvakat képeztek külföldön ezek az építőmunkások. A tanösvény létrehozásában fontos szerep jutott a település két közismert személyiségének, Gerner Évának és Gerner Zsuzsának is. A bátaszéki németek történetét felelevenítő tanösvényállomásai a Nagyboldogasszony templomot öledik körbe, s teszi az idegenforgalom számára is érdekessé a helyi németek történetét.